No, nézzük akkor tovább. Tízes, változtassa meg a második dián a diagram típusát területdiagramra. A második dián, ez egy oszlopdiagram, és akkor, hogyha rákattintasz, akkor két lehetőség van. Az egyik, hogy rögtön megkapod a tervezés formátum menüt, hogyha ezt nem kapod meg, akkor viszont egy dupla kattintásra megkérdezi, hogy konvertálni akarod-e a megfelelő formátumba, akkor rákattintasz a konvertálásra. Azt mondja, hogy nekünk egy másik diagram típus kell, itt van a menüpont, hogy másik diagram, és itt van a terület diagram. És már is készen vagyok a terület diagram formázásával. A második dián a diagram területet, illetve az oszlopok vagy az oszlopok színét narancssárgára, tehát rákattintasz arra, amit változtatni akarsz, és azt mondod, hogy formátum, és már is ki tudod tölteni narancssárgára. Nem sikerült. Akkor még egyszer, mert ez a körvonal volt, bocsánat, én vagyok a buta, nem a szomszéd, tehát írni, kitöltöttem narancssárgára, Ctrl-S. Keressen rá a súgóban a tudnivalók emlékeztető nyomtatásáról, és másolja a megkapott szöveget a második dián előadói jegyzeként. Tehát keressen rá a súgóban tudnivalókat az emlékeztető nyomtatásáról. Emlékeztető nyomtatása. Ctrl-C, most nem begépelem, nézzük meg, hogy jutok a súgóhoz. Nyomjunk egy F1-et, az biztos. Nem. Ahó, de csak sikerült. Ugye online súgó van, Ctrl-V, és akkor itt a nyomtatása, és már is nézzünk egy keresést, és itt van emlékeztetők diák nyomtatása. Hát elég nekem ennyi is, ha rákattintasz, és azt másolod, az is jó. Ctrl-C, zárjuk be, és ugye itt van a jegyzet oldal az adott diánál, de hogyha azt mondod, hogy nézetmenü, jegyzet oldal, akkor ide Ctrl-V-vel vígan beilleszteted. Visszamegyünk normál nézetbe, nyomunk egy Ctrl-S-t, látjuk egyébként, hogy ott van a sok-sok szöveg, és már a harmadik dia következik, tehát most jöhet a Ctrl-S után a következő videóban.